Árun közel 6 éves, és eljött az az idő, amikor a természetben is elhagyná a családi köteléket. Ilyenkor ezek a bikák bikacsapatokba verődnek, és felkészülnek arra, hogy később ők is családot alapíthassanak. Első napjától kezdve részesei vagyunk az életének, illetve ő a miénknek. Nyilván ez a utazás és költözés ez valamilyen szempontból szomorú a részünkről, azonban nyilván tudjuk, hogy ez a természet rendje, és neki sokkal jobb lesz ott a hozzá hasonló korú kis elefántokkal, fiatal elefántbikákkal, mint egy olyan csordában, ahol már ösztönösen, természetes módon igyekeznének tőle megszabadulni. Egy elefántszállítás az tulajdonképpen az egyik legkomolyabb szervezést és előkészítést igényli. A mi esetünkben tulajdonképpen egy viszonylag fiatal állatról van szó, tehát nincs túl nagy súlya, de a probléma az, hogy nagy távolságról kell kiemelni a szállítókonténert a kifutóból, ezért kellett egy ilyen tisztes méretű, egészen pontosan egy 210 tonnás darut, autódarut idehozni. Egy közel 2 tonnás elefántnál, aki egyébként egy pici és még kamasz elefántnak számít, sem egyszerű dolog bevinni őt egy konténerbe. Ehhez állva bódításra van szükség, persze sok-sok előkészületre, a darura, a konténerre, de amikor eljön a nagy nap, ami a mai, akkor az állva bódításnál olyan helyzetbe hozzuk őt, hogy nem fekszik le, de nem tud kárt tenni sem bennünk, sem saját magában. Ezek után mechanikai módon behúzzuk ebbe a konténerbe az állatot, majd a konténerben ébresztjük, és ott részlegesen rögzítjük, hogy ne történjen baleset az emeléskor vagy a szállítás közben. A következő 3-4 órában ilyen rögzített állapotban lesz, de ez egy rövid időszak, és igazából ez az ő biztonságát szolgálja, ezután pedig újabb ébresztéssel az állatot beengedjük a kifutójába Szegeden. Mai napon reggel nagyon-nagyon szerencsénk volt, mert minden tényleg gördülékenyen ment. Nagyon-nagyon gyorsan és egyszerűen simán ment a berakodás, és hát perceken belül indulásra készen vagyunk. Túl vagyunk a legnehezebb fázison. Áron felkerült a szállítójárműre, még bódult, már részben felébresztésre került, úgyhogy elindult Szegedre. Vagyunk, és eddig nagyon nyugodtan viselte Aron az utat, úgyhogy néhány kilométer is megérkezünk az állatkertbe, ahol el fog kezdődni a lepakolás. Itt a kamerán látszódik, hogy ezeket a körforgalmakat ő is megérzi, sokat ébredt már azóta, hogy megérkeztünk, de a nyugtató még olyan szempontból dolgozik, hogy elég jól és türelmesen viseli az utazást. Nagyon flottul lezajlott Áron szállítása, most már itt vagyunk Szegeden. El lehet mondani, hogy ez relatív rövid szállításnak számít Budapest és Szeged között, de szerencsére azt is el tudjuk mondani, hogy egy összeszokott csapat dolgozott ezen, nem csak az ápolóink és a budapesti elefántos kollégák, hanem itt volt a szállításon a Veszprém Állatkert, a Győri Állatkert igazgatója és jó magam. Több elefántot szállítottunk az elmúlt években, és nem csak felszerelésben, hanem különböző szakterületek tapasztalati alapján is összeálltunk. Hónapok óta várjuk már Arun megérkezését. Jelenleg 2 bikánk van Arun mellett. Bízunk benne, hogy jól fognak összeszokni. Jelenleg külön van csukva egy olyan helyre, ahol békében, nyugalomban lehet, és majd amikor azt látjuk rajta, hogy fölkészült, lenyugodott, és minden rendben van vele, akkor szépen lassan bemutatjuk majd a többi elefántnak, ez nyilván fokozatosan fog menni, tehát először nem lesz közöttük közvetlen kontaktus, csak látni fogják egymást. Abból már, hogyha figyeljük, nagyjából meg tudjuk satszolni, hogy milyen lesz a hozzáállásuk.
a kis elefánttal kapcsolatban. Tényleg vártuk az állatot, azt gondolom, hogy egy hosszú távon itt fogja tölteni az életét. Én remélem, hogy egy jó ideig zöggenőmentesen be fog illeszkedni ebbe a csapatba, ami talán azért lesz egyszerű, mert viszonylag jól szocializált állatokról van szó. Mindegyik a csapatból származik, szerintem ezt a fiatal bikát gyorsan be fogják fogadni, és ugye annyi a szerencsénk, hogy két napra lejöttek a fővásárlás növényeket gondozói is, ők segítik a munkánkat, segítik az állatot beilleszkedni, megszokni a gondozóinkat, megszokni az itteni protokollt. Én remélem, hogy ez zöggenőmentesen le fog zajlani, és néhány napon belül be tudunk arról számolni, az állat teljesen beilleszkedett a szegedi elefántok közé.